rádiókabaré volt az, amikor oda kerültem tíz éve, hogy elküldtem egy anyagot, és így elfogadták, de elmentem, nem azt mondtam. És akkor egy éven keresztül mindig siker volt, ezért mindig mondta a főszerkesztő, hogy ha akarok jönni, akkor megint mehetek, sajnos nem mondhatja, hogy nem el, jól sikerült. És egymás zsinórban, akkor valami rekordot meg is döntöttem, 12 önálló, vagy ilyen saját produkcióm volt a rádió kabaréban. és akkor a 12-nél, mondom, vagyunk már olyanban a Sinkó Péterrel, hogy megmondom neki, hogy nem azt mondom, amit küldtem, mert én onnantól kezdve 12-szer mindig ugyanazt küldtem, mert azt tudtam, hogy elfogadják, csak nem azt mondtam. És 12 alkalom után mondtam a főszerkesztőnek, mondom, Péter, mondom, ma lehet, nem azt mondom, amit küldtem. Azt mondja, te teljesen hülyének nézz hát én már réges régen rájöttem, hogy te azt a szart küldöd állandóan nekünk, hogy soha nem mondasz ebből egy betűt se. Azt mondja, szerinted hülyék vagyunk, de azt mondja, úgy vagyok vele, ha elküldöd, és elfogadom, és megbuksz, akkor az az ő hibája. Ha elküldöm, nem azt mondom, és megbukok, akkor az az én hibám.